támadásban beragadt a rajtnál a hazai csapat, az első kisvárdai gólnak a 13. perc közepén örülhetett a közönség. A védekezés azonban rendben volt, tekintve, hogy addig mindössze 2 gólt kapott Kovács Péter együttese. A folytatásban sem potyogtak a gólok, 8-8-as állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok. A második félidőt a Kisvárda kezdte góllal, majd fokozatosan elléptek ellenfelüktől Dimitrovicsék, 4 gólra nőtt a 2 csapat közötti különbség. A vendégek azonban nem adták fel, felzárkóztak, és a meccs végén az egyenlítésért támadhattak. Roha azonban belepiszkált az utolsó paszba, így első hazai győzelmét ünnepelhette a kisvárdai együttes. Mondhatom, hogy igazi kézilabda krimit látott, tehát olyan fordulatokkal, vagy hát olyan izgalmakkal, ami nem mindennapos, mi természetesen nagyon örülünk a győzelemnek. Szerintem régóta várunk erre, főleg, hogy itthon is tudjam értést érni, és köszönöm Ritának a sportszerű gratulációját, és én úgy gondolom, hogy tehát a színvonalban nem is, de mégis tehát akaratban és versenyszellemben és különböző taktikai megfontolásokkal egy nagyon komoly csatát tudtunk vívni. Az EHF kupában is érdekelt fehérváriak edzője szerint sokat hibáztak játékosai, így megérdemelt a hazaiak sikere. Ennyi hibával, amivel ma játszottunk, főleg az első fél időben, nem lehet játszani és 8 gólt lőni, teljesen mindegy, hogy otthon vagy idegenben, ez nagyon-nagyon kevés. Amire készültünk, hogy nagyon nagy tempót diktáljunk, és nagyon sok lerohanással játszunk, gyakorlatilag a védelmünk teljesen jól működött, gyakorlatilag saját magunk ellen fordítottuk a fegyverünket, már az első fél időben több lerohanás gólt kaptunk, mint amennyit lőttünk. Második fél időben igazából próbáltunk mindig felzárkozni, illetve fordítani, de hát nagyon buta hibákat követtünk el. A kisvárdai győzelemben kulcs szerepe volt Jekatyerina Dzsukevának, aki több bravúra segítette csapatát. Today we won a first Leica team. Júliustól azért dolgozunk, hogy igazi csapatot alkossunk. Jó irányba haladunk, és ez a mai győzelem jelentős lépés volt a csapattá válás útján. Szerdán még 2 mérkőzést játszottak a női NB1-ben, a Győr 33-16-ra győzött Békés Csaván, a Debrecen pedig 22-22-es döntetlent játszott az Érddel. A bajnokságban 2 győzelemmel és 3 vereséggel álló Kisvárda legközelebb október 19-én Magyar Kupa mérkőzésen Orosházán lép pályára.